Attila, figyelj a biciklit, vedd arrébb, légy szíves. Hogy vennél már? Még valaki nyúlja hozzá. Miért gyöpön megy? Aha. Figyeljetek már a traktor a kis homokon. Még jó, hogy a gyöpön megyünk. Lassabban egy kicsit, hova gurulsz be? Hallod, Norbi? A középtől egy kicsit kifele. Ennyi. Szevasz, Béla. Szevasz, Attila. Jól vagy? Egészségi állapotot kielégített? Jó, örülök. Várj, a sorrend az jó? Jó. Jó. Egészségi állapot mióta úgy élt a hike season. Le lehet mosni, Palkó! Na, hike szirka jó formában van. Versenyben így úgy. Utoljára utolsó előtti a harmadik volt, most nem ment a szórásba, hogy legközelebb 1000%-os szórásvédőt kap. Az biztos. Na, várom a csipet csapatot. Itt igazából egy csikó csapat érkezik. Hát azért nem, mert van benne tikli, van benne bytrek, van benne stendoiter. A többi szerintem mint csikó. Na, befordultak az egyenesbe a kicsik, csak most egy fa eltakarja őket. Tehát mind az egyenesbe van, majd mindjárt kibukkannak, és önnek föl itt van egy kis dombocska. Ideális jó, de hát egy übert jövünk, semmi többet. Na, Norbi lóva kisfengót, erre le is padlóztak, vagy négyen, öten. Azt a kurva életbe. Hát de mi a lófasz volt? Valamitől megijedt a Pavel Csődi. Istenem. Ahogy látom, ez cicukánk érkezik. Jó tempóba. Jó. Hát ennél lassabbat jöttek volna amúgy. És a Norbi fönnmaradt? Pont aki megugrott, az maradt fönn? Nem, szerintem leesett a Norbi is. Ha jól láttam. De az visszapattant. Akkor csak a Bélánk maradt. Jó van. Ma itt készítem a horrorfilmeket, csak messze voltatok! Messze, majomkodnak rövid kengyelbe, baj! Na, hülye gyerek! Hát de mitől ijedt meg? Elbördült, sany! Most mit csináljuk? Jó van, hát nem mondtam, hogy... Csak figyeljetek, a tikli nem tudom... Ketten estek, Béla barátom és a Norbi. Bélánkat nézem, semmi baj. Hát valóban rövid a Norbi piglije, mondja Lajos is, ugye? Minek ez a rövid pigli? Nem kell ilyenkor. Hát nem tudod, na mindegy, a lovat kéne megfognunk, az a tiklike. A Bélánkat meg felveszem azért, ahogy itten ballag, érkezik.